Az elmúlt héten őszi vakáció volt a tanintézményekben, ennek köszönhetően jelentősen megnőtt a turistaforgalom Sóvidéken. Románia különböző pontjaiból érkeztek turisták, sőt, sokan külföldről is ellátogattak Erdélybe. Első alkalommal vagyunk itt, és Magyarországról jöttünk, Nógrád megyéből, Szurdokpüspöki nevezetű faluból. Kivel tetszett érkezni? Család, jöttünk férjemmel és a három gyermekemmel. És miért pont Parajdra esett a választás, mint úti cél? Tehát itt a Gyergyó környéki településeket fedezzük, felnézzük meg, úgyhogy itt körbejártuk. Most már mikor jöttünk? Szombaton jöttünk, és pénteken megyünk haza, úgyhogy itt most körbejárunk minden települést. Többek között ide Parajdot is eljöttünk meglátogatni. Hol jártak itt Parajdon? Miket néztek meg? Most a Sóbányában voltunk lent, azzal indult a programunk, és akkor most el szeretnénk menni megnézni a wellness fürdőt. Úgyhogy ez a cél. Hogy tetszett a bánya? Megmondom őszintén, én egy kicsit olyan helyre számítottam, ami nem lesz ennyire nyüzsgő. Hát nekem kicsit nyüzsgő volt, de hát ennek is megvolt a varázsa, meg a szépsége. Azon gondolkozunk, hogy a téli hónapokban is lehet, hogy visszalátogatunk, hogyha lesz hó, mert Magyarországon már nem nagyon van hó, és azt mondják, hogy itt még előfordul. Nagyon, nagyon szép. A turisták általánosan a családjaikkal érkeztek, és mintegy 4-5 napot, akár egy hetet is eltöltöttek Erdélyben. Megtekintették a nevezetesebb látványosságokat, körbejárták az érdekességeket a térségben. A Parajdi Sóbánya volt az egyik leglátogatottabb hely, melynek nyitvatartása 2 órával meghosszabbodott a vakáció idejére. Honnan érkeztek Parajdra? Első alkalom vagy visszatérő vendégek? Magyarországról érkeztünk, én már 5. alkalommal vagyok itt, a kislányom pedig 1. alkalommal. És hogy tetszik? Kimondottan Parajdra érkeztek, vagy... Nem, most én eddig mindig itt a Hargitába jöttem, főleg Gyergyószent Miklós, Alfalu, Ófalu, hasonló. Most egy kicsit távolabbról jövünk, Libán falván van a szállásunk, és onnan megyünk mindenfelé. És milyen a szállás, hogy tetszik? Nagyon szeretjük, az erdőben van fent a dombtetőn, nagyon szép a kilátás. Kicsit izgulunk a medvék meg a viperák miatt, de még eddig csak egy róka vendégünk volt. És merre jártak eddig, miket néztek meg? Hát voltunk a Békásszorosnál, Gyilkostó, voltunk Szovátán, Gyergyószent Miklóson, a bagosi medvével kellett találkoznunk. Most voltunk Korondon is, ugye azt mondtam? És akkor most jöttünk még ide Parajdra, és tervezzük, hogy megyünk tovább a Bucsintető felé. És itt Parajdon mit szeretnének megnézni, vagy mi a terv? Bányába szeretnénk lemenni, megmutatjuk a kishölgynek. Van velünk egy kisbaba, aki nem jöhet le, úgyhogy ők kint maradnak, de utána szeretnénk megnézni a wellness központot is. Az őszi szünidő alatt jelentősen megnövekedett a turistaforgalom, hiszen sokan használták ki a kellemes őszi időjárást, és az iskolai vakáció adta lehetőséget a kikapcsolódásra. Népszerűek voltak a belföldi úti célok, különösen a hegyvidéki és a természetközeli helyek. A városnéző és wellness programok iránt is nőtt az érdeklődés. A szálláshelyek és a vendéglátóhelyek sok helyen teltházzal üzemeltek, ami a helyi gazdaságok számára is jelentős bevételt jelentett.